A pécsi villamost fotózza ez a nő a Ferencesek utcájában, azonban erre már nem sokáig lesz lehetőség. Mint ahogy már napok óta lehet róla olvasni a Pécs Aktuálban, elszállítják a Baranyai megyeszékhelyről a villamoskocsit még most novemberben. Az önkormányzati képviselő szerint ezt nem szabadna hagynia a városvezetésnek, hiszen egy helyi látványosság ma már a jármű. Turista csoportok, tényleg iskolás gyerekek itt körbeugrálják, felszállnak a villamosra, tehát egy élményt is jelent, egy ipartörténeti élményt is a pécsieknek. Éppen ezért arra kérjük Péter Fi Attila polgármestert, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy ezt a villamost itt tudjuk tartani Pécset, ha kell, akkor akár vásárolják is meg ezt a városnak. Nem egy olyan jelentős összegről beszélünk, amit ne tudna kifizetni a város. Kérdés, hogy eladják-e a járművet, erről is kérdeztük a képviselőt. Mi úgy tudjuk, tehát azok az információk vannak elsősorban most a villamost fenntartó egyesülettől, a Pécs és térségek közlekedésért egyesülettől, hogy lenne rá mód, hogy megvásárolják, tehát hogy meg lehetne egyezni. Parkuszi Csaba nem akart összeget mondani, de úgy tudja, hogy néhány millió forintba kerülne a villamos megszerzése az önkormányzatnak. Kerestük a Pécs és térsége közösségi közlekedésért egyesületet is, akik önkéntes alapon működtetik a járművet, de eddig még nem értük el őket. A villamos egyébként az egyesületnek köszönhetően 10 évvel ezelőtt került Pécsre. Most úgy tűnik, idén november végéig elszállítják a városból, vissza Budapestre, ahonnan érkezett.